Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ő a kezébe veszi ezt a kartot, és használni fogja. Ez a kart jelentheti azt, hogy valamit ő elvág, eltüntet, átteszi magát valamin, és lesz egy új kezdet, egy új irány. Lezár bizonyos kapcsolatokat, vagy otthagyja a munkahelyét, vagy átteszi magát a félelmeken, a bizonytalanságokon. Amit ez a kard a kezében még jelent, hogy döntéseket hoz. Azon kívül keresi veled a kapcsolatot, mert ez a kártya jelenti a kommunikációt is. Te megjelensz az ő gondolataiban, mint egy királynő, és elfoglaltad itt a helyedet. Ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, és a víz eleme az szimbolizálja az érzelmeket, itt érzelmekről van szó, ez lesz a kapcsolat, ezekről a dolgokról szeretne beszélni, de előtte még lezár valamit. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt megjelensz az érzelmeiben újra, mint egy büszke királynő, elfoglaltad a helyedet a gondolataiban, az érzelmeiben. Ezúttal a tűz eleméről van szó, és ő érzi, hogy te bátor vagy, téged lelkesít valami, jelenti a párkapcsolatban a szenvedélyeket is. Itt van egy forrás. Mondhatnám, ez az intuíció, vagy az inspiráció. Ez lehet egy spirituális terület, de jelenti a belső hangot, a bölcsességet, és kihat az érzelmekre, hiszen itt erről a kehelyről van szó, és a kelyhek szimbolizálják a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát szenvedélyekkel és érzelmekkel közeledik hozzád, vagy úgy érzi, hogy te ezt kimutatod. És mit fog tenni? Nos, ő is elfoglalja a helyét, hiszen itt uralkodik, mint egy király, uralkodik az érmék felett. Az jelenti az anyagiakat, vagy a munkát, a hivatást, de az értékeket is. Ő kimondja azt, hogy mi, vagy ki értékes számára. És biztos lehetsz abban, hogy te vagy az a személy, aki értékes számára. Itt lesz belső nyugalom, egyensúly, harmónia kettőtök között. És mi fűz össze benneteket? Itt újra az érmékről van szó. Tehát az anyagiakról, vagy a munkáról, vagy értékekről. De sajnos itt történt sok igazságtalanság a múltban. Vagy ő nem mutatta ki azt, hogy értékel téged. Vagy voltak problémák a környezetében, ezek az igazságtalanságok. Vagy valaki kihasználta anyagilag, vagy nem kapja meg a munkahelyén az elismerést, és most beszámol ezekről a dolgokról, és veled együtt, vagy a te segítségeddel meg lesz itt a belső harmónia.
megnyugtató számára ez a közeledés. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!